Belgium minden részéből érkeznek. 12-13 évesen kezdik a kiképzést, és 18 éves korukig maradnak. Az első és második évben csak néha mennek ki a tengerre, de a harmad és negyed évesek már két hetente az egész tanév során. Normális munkaórákban 8-tól délután 4-ig vannak kint, szóval napi 8 órát. Már az elejétől megpróbáljuk őket arra tanítani, hogy halászok legyenek. Mit jelent egy halászhajó, mit kell csinálni? Arra oktatjuk őket, hogy biztonságosan dolgozzanak. Van védősisakjuk és olyan eszközük, ami jelez, ha vízbe esnek. Ez még sohasem történt meg, de mindenre fel kell készülni. Szóval ez is fontos. Megtanítjuk őket feldolgozni a halat, hogyan kell megtisztítani, és hasonlókra, valamint a hajó navigálására is. Tényleg azzal kapcsolatos tapasztalatot szereznek, ami utána vár rájuk. Amikor idősebbek lesznek, technikai óráik is lesznek, és profi halászhajókkal mehetnek a tengerre. Ott aztán megnézhetik, milyen a valódi élet egy munkahelyen. És véleményem szerint ilyenkor döntik el azt is, hogy akarják-e ezt csinálni, vagy sem.